Manapság az egyik legfontosabb természeti erőforrás, amelyért valószínűleg a jövőben még igen-igen nagy küzdelmek fognak folyni, az a víz. És hát éppen ezért, hogy megfelelő módon használjuk ezt az erőforrást, egyrészt érdemes vele takarékoskodni, másrészt pedig érdemes a csapadékvizet, amely még sokszor kellemetlen is a számunkra, különösen amikor sok esik belőle, munkába fogni és felhasználni. És hogy ezt szemléltetni tudjam, szeretném megmutatni, hogy a napi vízfelhasználásunk az hogyan oszlik meg a különböző felhasználási módok között, és melyek azok a módok, amelyeket helyettesíthetünk a tiszta ivóvíz helyett esővízzel is. Először nézzük meg, hogy mi az, amit nem helyettesíthetünk. Legalábbis mondjuk a hatóságok nem nagyon örülnének neki, hogyha helyettesítenénk. Elvileg természetesen lehet, hiszen megfelelő tisztítás mellett az esővízből tudunk olyan minőségű vizet előállítani, amely alkalmas a tisztálkodásra. Azért látjuk, hogy ugye különösen a mi kultúránkban a tisztálkodás remélhetőleg mindenki számára egy fontos dolog. És hát én most nem tudom megítélni, hogy sok vizet pancsolunk el erre, vagy nem, de ez a legnagyobb vízfogyasztás a háztartásunkban, ugye 38%. Itt abból indultunk ki, hogy egy ilyen 7 decis üveg testesíti meg egy embernek a napi vízfelhasználását, tehát mint hogyha ez az üveg lenne a 100%. A második felhasználás, ami hát azért nyilván egy fontos életfunkciót is fedez, az ivás, illetve hát a főzésen keresztül ugye szintén folyadékot fogyasztunk. Ez mindössze 2%-a. Tehát még mondhatnám, hogy ez egy olyan kicsi elhanyagolható mennyiség, hogy hát ennek a helyettesítéséről nem igazán érdekes, hogy gondoskodjunk. De itt is elmondom, amit az előbb, hogy vannak országok, ahol kénytelenek arra, hogy az esővizet tisztítsák, és fogyasszák ivóvízként. És hát van itt egy 7%, ami a mosogatás. Hát miután fontos, hogy tiszták legyenek az edényeink, higiéniai szempontból fontos, hogy ne érje szennyezett víz azt, amiből eszünk. Ha ezt megnézzük összességében, hogyha jól tudok számolni, akkor ez 47%-a a teljes vízfelhasználásunknak. És ez azt jelenti, hogy itt még van négyféle felhasználás, ami értelemszerűen valamivel több, mint a fele a háztartási vízfelhasználásunknak. Nézzük meg, hogy mik ezek, és milyen módon tudjuk őket helyettesíteni. Hát itt először a mosás szerepel, 13% vizet használunk el erre. Ez kivételesen az a terület, ahol talán azt tudnám mondani, hogy érdemes is esővizet felhasználni, hiszen az esővíz az egy lágy víz. Ugye a mosásnak az egyik problémája pontosan a víz minősége, és ezt elsősorban a víznek a keménysége befolyásolja. Ugye a hidrokarbonátos meszes keménység az, amit főzéssel, forralással ki tudunk választani a vízből, de az egyéb vízkeménységek már vízlágyítást és vízlágyítószereket igényelnek. Ugye ezért szokták reklámozni bőszen azt, hogy a mosógéphez valamilyen vízlágyítót is öntsünk. Természetesen ez kétféle dolgot jelent, ugye, hogyha a meszes keménységet forralással akarjuk eltávolítani a vízből, akkor ez nagy energiafelhasználást jelent,
tehát nem csak vizet, hanem plusz még sok energiát is használunk a mosáshoz. Ha pedig hát valamilyen jó minőségű, vagy kevésbé jó minőségű vízlágyítóval próbáljuk a vízünket alkalmassá tenni, akkor pedig nyilvánvaló ez költség a számunkra. Most ezt mind a kettőt, mind a energiának egy jelentős részét, mind pedig a vízlágyítókat megspórolhatjuk, hogyha esővízzel mosunk, hiszen az esővíz az egy lágy víz. Természetesen azért óvatosnak kell lenni, hiszen sajnos a környezetünkből nagyon sok szennyezőanyag is bekerül a csapadékvízbe, például arról a felületről, ahol összegyűjtjük. Egyébként a lágy víz minőségtől azt várjuk, hogy valami szép, tiszta, fehér neműt fogunk kapni, de mondjuk, hogyha a levegőből nagy esélye van, hogy valamilyen kén vegyülettel szennyezett, akkor egyértelmű az, hogy majd nem fehér helyett sárgát fogunk kapni. A következő felhasználási lehetőségünk, nem hogy lehetőségünk, hanem szoktuk használni, ugye szeretjük az autóinkat tisztán látni. Hát persze nagyon sokan elviszik és nem otthon mossák, de ez egy átlagos háztartásban 5%. Hát én ezt nem szeretném kommentálni, nem egy jelentős mennyiség. A legjelentősebb, második, ugye a tisztálkodás után, az a WC-öblítésre felhasznált vízmennyiség. Ez a körülbelül 33%. Ugye 120 literes napi egyfős átlagfogyasztásnál ez mindegy 40 liter vizet jelenít meg. Ez az, amit gond nélkül tudunk helyettesíteni, hiszen az, hogy a vécénket milyen vízzel öblítjük le, persze azért ez sem mindegy, mert nyilván nem lett ez a víz mondjuk büdös, de összességében erre az esővíz minden különösebb kezelés nélkül alkalmas. És van itt még egy fontos felhasználás, ez a kerti öntözés, hát már persze, akinek van kertje, és ez nagyon fontos dolog, mert nyilvánvaló, hogy a természetes csapadék az, amelyik a növény számára a leginkább megfelelő locsoló folyadék, azzal szemben, mint mondjuk, hogyha a csapból próbálunk tiszta ivóvízzel locsolni, amely éppen a meszes keménysége miatt a növényeknek a levelein akár foltot is hagyhat. Ezt szépen elkerülhetjük az esővízzel. Esővízzel való locsolás, még ha otthon, ugye a balkonon, vagy éppen bent a szobában tartunk növényeket, akkor is sokkal ajánlatosabb az esővizet felhasználni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy valahol a kertünkben még plusz vizet szerezzünk, és a kultúrnövényeinket, tehát különösen, hogyha valakinek egy szép zöldséges kertje van, vagy gyümölcsfái vannak, azokat még valamivel locsolja, hogyha egy kedvező termést akar elérni. Ennek egészen egyszerűen az a magyarázata, hogy Magyarországon átlagosan 550 mm csapadék hullik. Hát most itt egy mérőhengerbe mutatjuk ezt az 550 mm csapadékot szimbolizáló mennyiséget, és ezzel szemben pedig a növényeknek a tenyész idejében mindössze 300 mm csapadék esik. Most, hogyha azt nézzük, hogy egy növénynek körülbelül 500 mm csapadék igénye lenne a teljes tenyész idejében, akkor látjuk, hogy egy 200 mm víz hiányzik, és ez az, amit ugye kénytelenek vagyunk locsolással, öntözéssel pótolni. Természetesen nem mindegy, hogy hajtjuk végre ezt az öntözést, de most ez nem témája ennek a filmnek, de éppen ezért érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy ezt a vízmennyiséget, ezt képesek vagyunk pótolni akkor, hogyha a csapadékvizet összegyűjtjük. Ugye sokan vannak, akik ezt teszik is, tehát például hordókat tesznek az eresz alá, abba gyűjtik a vizet. Ez néha nagyon sok bosszúságot okoz, mert előbb-utóbb szúnyogoknak a tenyész helye lesz. Tőlem sokszor szokták kérdezni, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Praktikus tanácsként mondhatom, hogyha egy pici étolajat öntünk a víznek a tetejére, akkor ez megakadályozza azt, hogy a szúnyoglárvák ugye levegőt tudjanak venni, ezért az ilyen víz szúnyogmentes lesz. De még tudok ezen kívül olyat is javasolni, hogy például tegyünk bele csalánlevelet, és akkor ebben az esetben a növényeknek a levelét tápláló, igaz egy kicsit kellemetlen illatú, ebben az esetben szagú folyadékot fogunk kapni.
gyűjtsük azért a csapadék vizet össze, mert ha ügyesek vagyunk, akkor a vízfelhasználásunknak a több mint a felét, nevezetesen ebből is 53%-ot meg tudunk spórolni. Tehát ez egy kifejezetten hasznos tevékenység, de nem csak ez az egyetlen haszna a csapadék víz összegyűjtésének, hiszen gondoljunk arra, hogy a csapadék víz sokszor nagyon kellemetlen, amikor ugye esik az eső, akkor a házunknak a tetejéről, felületéről nagy mennyiségű víztömegek indulnak meg valahova, és nekünk ezeket a víztömegeket valahogy el kell tudni helyezni. És ez sok kellemetlenséggel jár, hatalmas pocsolyák keletkeznek, sár keletkezik, vagy hát sokan vannak, akik egészen egyszerűen csak bevezetik ezt a csatorna hálózatba, ami ugyancsak káros, hiszen hogyha nagy mennyiségű csapadék vízzel hígítjuk fel a szennyvizet, akkor hogyha ez a szennyvíz tisztítóra megérkezik, akkor ugye ez mint egy ilyen hígító víz kimossa a medencéket, kimossa például azt az iszapot, aminek beállt az a bizonyos kedvező mikroorganizmus összetétele, ahol ezek a folyamatok a víztisztítást végzik, és ilyenkor bizony nagyon hosszú időn keresztül kell várni, hogy ez az állapot visszaálljon. Azután arra is gondolni kell, hogy különösen belvizes területeken ugye az így elvezetett víz pangóvizeket hoz létre a talajnak a felszínén vagy az árkokba, hogyha amikor esik az eső, visszatartjuk ezeket a vizeket, akkor értelemszerűen valamit tudunk segíteni azon, hogy kevesebb belvíz jelenjen meg. Aminek meglehetősen bonyolult magyarázata van, hogy miért is jó ezt megtenni. Nyilván például azért is, hogy a földeken álló víz az ne mossa ki a talajból a sókat, és ne okozzon szikesedést. Tehát nyilvánvaló, hogyha ezeket a vizeket visszatartottuk, akkor később fel tudjuk használni, és ugye látjuk, hogy a felhasználási lehetőségünk a széles körű. Na most már csak egyetlen egy kérdés maradt hátra, hogy hogyan, milyen praktikákkal tudjuk összegyűjteni ezt a csapadékvizet a többnyire a háztetőnkről. A legkézenfekvőbb dolog, hogyha az esővizet össze akarjuk gyűjteni, akkor a háztetőnkről gyűjtsük össze. Relatíve az is a legtisztább, értem szerintem, és hát, mint már említettem, ez sok gondot tud okozni. Egy 100 négyzetméter alapterületű családi háznak a teteje, ami ugye értelemszerűen azért nagyobb, mint 100 négyzetméter alapterület, erről egy körülbelül olyan 78 köbméter vizet lehet összegyűjteni az éves csapadék viszonyoknak megfelelően. Tehát 78 köbméter vízzel, hogyha gazdálkodunk és megfontoljuk, hogy a mosásra, ugye, amelyik egy viszonylag nagyobb felhasználás, és hát ezen kívül a vécéöblítés, amelyik egy igen nagy felhasználás, tehát erre a kettőre körülbelül egy négyfős család egy olyan 50-60 köbméter vizet használ fel. Tehát ebből a 78 köbméterből ez bőven fedezhető. Nagyon egyszerű összegyűjteni a csapadékvizet, ugye mi kell hozzá? Hát van egy ereszt csatornánk, és az ereszt csatorna végére azt nem hagyjuk, hogy itt elfolyjon, mint ahogy normálisan elfolyik valahova, hanem egy föld alatti tartályba összegyűjtjük a csapadékvizet. Tehát mi kell hozzá? Egy olyan műtárgy, amelyik elvezeti egy csőrendszeren keresztül a csapadékvizet egy tartályba. Az is fontos, hogy mekkora tartályt kell feltennünk. Ezt megint csak a tetőnek a nagyságára tudjuk méretezni, illetve egész pontosan arra, hogy egy négyzetméterre mekkora mennyiségű víz jut. Hát az előbb említett 100 négyzetméter alapterületű épülethez egy 14-15 köbméter nagyságú tartályt kell, hogy elhelyezünk a földbe. És nem mindegy, hogy ennek a tartálynak mi az alapanyaga. A legjobb, hogyha a természetet utánozzuk abból a szempontból, ugye, hogy a természetben a barlangok, a föld alatti üregek általában kőből vannak, tehát az a célszerű, hogyha kőből, téglából vagy betonból építjük fel ezeket az építményeket. Ennek az az egyszerű oka, hogy ugye a csapadékvíz az egy savas kémhatású
enyhe savas kémhatású eredetileg. Ez az enyhe savas kémhatás, ez onnan jön, hogy a levegőben lévő szén-dioxid miatt egy nagyon enyhe szénsav az, ami csapadékvíz, de ez szélsőséges esetben a hidrogénion koncentrációja akár 4-es, ugye 7-es skála a semlegesség, és hogyha a savasság felé megyünk, akkor megyünk az 1 felé. Ezen a pH skálán egy 4-es savanyúságú vizet is kaphatunk annak megfelelően, hogy a légkörben lévő kén, illetve egyéb savképző anyagok az milyen savas koncentrációt állít elő. És hát értelemszerűen, ugye, hogyha valamilyen kőből hozzuk létre ezeket a tartályokat, akkor annak a oldalfalából kioldódó anyagok semlegesíthetik ezt a savas vizet. Ez a savas víz, ez különösen nem jó akkor, hogyha acél vagy fémtartályt helyezünk el. Ezt is meg lehet azonban oldani, mert hogyha a csapadékvizet egy mészkő szűrőágyon vezetjük keresztül, akkor ugye a mészkő hidrokarbonát semlegesíti ezt a savas csapadékot, és akkor már nem fogja ezt a bizonyos fémtartályt megtámadni. A műanyag tartály sem nagyon jó, abba is könnyen megpeshed, megromlik a víz, és fontos ugye, hogy ezekben a tartályokban jó minőségű vizet tudjunk tárolni, különösen akkor, hogyha mindenféle hát felhasználási módra szeretnénk ezt felhasználni. A tartályok azok éppen ezért nem egy egységes tartály képeznek, hanem általában már a bejövő esővíz is valamilyen szűrőn megy keresztül. Nagyon sokszor ezt a szűrőt magába a csatornába helyezik el, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy oda alá tesznek egy szűrőt, hanem általában egy ilyen palást szűrőt alkalmaznak, kihasználva azt, hogy a víz egy nedvesítő folyadék, és tulajdonképpen a csatorna falán folyik lefelé, így a csatorna falán elhelyezett palás szűrőn átfolyik a szűrőnek a másik oldalára, és ezt oldalra le tudjuk csapolni. Tehát már oda el lehet helyezni finom szűrőket. Más esetekben azt szokták alkalmazni, hogy a tartály két részből áll, van egy előtartály, egy kisebb térfogatú előtartály, amelyik a befolyó csapadékvíznek az ülepítésére szolgál, ugye, és amikor ez megtelik, akkor telik az a főgyűjtő tartály, amiben már az így leülepedett tiszta víz kerül. Hát nyilvánvaló ennek a rendszernek még egy fontos tartozéka az, hogy hát idáig gravitációsan a tetőről eljut a víz, de onnantól kezdve viszont ezt a vizet vissza kell emelni az épületbe. Ez a konstrukció, amit itt látnak, korábban egy szennyvízgyűjtő befogadó tartály volt, egy zárt tartály volt. Ezt alakítottuk át, és jelen pillanatban azt a célt szolgálja, hogy az itt összegyűjtött vizet egy szivattyúval visszaemeljük a WC tartályokba, és ez biztosítja a WC-knek a vízöblítését. Azért van lefedve egyébként kővel, és erre is nagyon kell vigyázni, hogyha egy ilyen műanyag vagy fém tartályt helyezünk le, akkor nagyon kell vigyázni, hogy milyen mélyen van a talajvíz, mert könnyen előfordulhat az, hogy a talajvíz emelkedéssel együtt felúszik a tartály, különösen akkor, amikor az még nincs ellensúlyozva, tehát nincs folyadékkal telve. Hát ilyenkor, hogyha magas talajvízállás van, és itt ezt lehet látni a kövekből, hogy ez bizony itt előfordult, ilyenkor kövekkel terheljük meg, hogy nehogy ez a bizonyos felúszás előforduljon. Fontos még megemlíteni azt, hogy ezt már az előbb említettem, hogy ugye amikor valaki azt választja, hogy bevezeti ezt a szennyvíz gyűjtő csatorna hálózatba, akkor tulajdonképpen egy tiltott tevékenységet követ el, amiért könnyen meg is büntethetik. Tehát ezt jogszabályok tiltják, hogy az esővizet összekeverjük a házban keletkező szennyvízzel. Hát összefoglalva mindenféleképpen egy rendkívül fontos dolog az, hogy a víz felhasználásunknak egy jelentős részét csapadékvízzel helyettesítjük, és hogyha valakit nem győz meg az, hogy ez egy jó környezetbarát megoldás, akkor mindenféleképpen az emelkedő vízdíjak bizonyára meg tudják győzni az embereket, hogy érdemes egy nem túl drága megoldásba befektetni.